A jégre lépnek, de a tűzzel játszanak a fiatalok a bújtosítónál Nyíregyházán. Rendkívül veszélyes még a befagyott állóvízre merészkedni. Bár az elmúlt napokban szinte folyamatosan fagypont alatti hőmérséklet volt jellemző, a jégpáncél még nem vastagodott fel olyan mértékben a nagyobb kiterjedésű állóvizeken, hogy azon biztonsággal lehessen sétálni vagy korcsolyázni. 12 cm-es vastagságú jég, ami már biztosan megtart ugye embereket, embercsoportokat. Nagyon fontos szabály, hogy éjszaka korlátozott látási viszonyok között nem mehetünk rá a jégre, illetve ugye folyóvizek jegére semmiféleképpen sem szabad rámennünk. Hogyha véletlenül bármilyen baj történne, nagyon fontos azért megelőznünk ezt, hogy ne egyedül menjünk, hanem valaki mindig legyen. Tehát valaki mindig legyen velünk, és hogyha bármi probléma történik, akkor ugye a 112-es segélyhívón azonnal jelentsük be, és hogyha tényleg biztonságosnak ítéljük a mentést, csak akkor kezdjünk bele. A jégből mentés szakszerű lépéseit rendszeresen bemutatják a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóság szakemberei. Ha bajba kerülünk, vagy közvetlen közelünkben szakad be valaki alatt a jég, akkor is több dologra kell odafigyelni. A jég, ahol beszakadt, valószínű, hogyha megközelítjük, akkor ugyanúgy be fog szakadni alattunk is. Ezért mindenféleképpen ugye minél nagyobb felületen próbáljuk megközelíteni a beszakadt sérültet, és valamilyen segédeszköz, hogyha tudunk találni akár egy botot, egy nadrág szíjat, akkor azt alkalmazzuk. Nekünk a tűzoltóknak természetesen rendszeresített eszközeink vannak, amit használunk. Itt akár egyszerűen a hétköznapi tüzeknél használt dugólétrák, mentőkötelek, akár búvár felszereléseink segítségével, mentőmellények használatával mi így hajtjuk végre a mentéseket. A katasztrófa védelmi igazgatóság közlése szerint az utóbbi években tragikus kimenetelű jégbeszakadás nem volt a vármegyében. Kisebb balesetek azonban rendszeresen előfordulnak a meggondolatlan jégre lépés miatt. Aki bajba jutott embert lát, azonnal tárcsázza a 112-es segélyhívó számot.